Bár Nyírbátorban született, a fiatalkorát Máté Szalkán töltötte Furkó Kálmán. A magyar szamurájnak is nevezett nyugállományú honvéd ezredes a testnevelési főiskola előfelvételiseként került Egerbe, ahol a harcászati foglalkozásokon ismerkedett meg a küzdősportokkal. A 70-es évek elején a Kyokushin karate is megjelent Magyarországon, ahol Furkó Kálmánnak köszönhetően lett népszerű a sportág. Én aztán egyre jobban a katonai kiképzésbe belevettem, hogy hogy kell ütni, hogy kell rúgni, hogy kell védekezni, hogy kell erre fölkészülni, milyen az önvédelem ezzel a mozgásanyaggal bővítve. Akkor 76-ban már akkor Budapesten is az egyik kolléga, akivel együtt kezdtük ezt a Kyokushin, megcsinálta Budapesten az első Kyokushin karatét. Én a következő évben Szolnokon a katonai kiképzés mellett megcsináltam a szolnoki tömegsport egyesületben a Kyokushin karate szakosztályt, ez a mai napig is tart. A 100 éves születésnapját ünneplő Máté Szalkai MTK ez év márciusától jövő év február végéig 100 rendezvénnyel tiszteleg a centenárium előtt. Az MMTK-ban több mint 30 éve foglalkoznak küzdősportokkal. 4 küzdősport szakosztályunk van, és ebből egyik a Kyokushin karate szakosztály, amelynek szakosztályvezetője Jónás János négydanos karatamester, természetesen a mai rendezvény egyik fő szereplője és szervezője is volt, hiszen formagyakorlatot mutathatott be ő a mester előtt, szóval ez azért egy komoly szakmai kihívás jelentett számára is. Másrészt pedig örülünk annak, hogy nem csak Máté Szalkáról, hanem a környékbeli, sőt mondhatom a megyén vagy a megye határon kívül is érkeztek vendégek erre a kiállításra. Tehát azért a mesternek eddig életútja, úgy gondolom, hogy annyira tartalmas és olyan szakmai múltal rendelkezik, hogy még mindig nagyon sokan akár több száz kilométeres távolságból is elutaznak, hogyha egy-egy kiállítása vagy bármilyen más eseményen ő megjelenik. A Furkó Kálmán életét bemutató kiállítás január végéig látható a DNS galériában.